Na, sziasztok! Ez egy különlegesebb videó, ami nem különlegesebb, hanem egy másik játékkal jönnék most. A Tower Knight, talán az neve. És láthatni lehet, hogy én már azóta játszottam ezzel a játékkal. Egészen jó játék. És azért nincsen facecam, mert kell a hely, hogy lássam, hogy mi történik a pályán. És ugyannyi. Ezért nincsen most. Adok rá egy. Remélhetőleg hallható vagyok. És az a játék arról szól, hogy egy nagy toronyban vagyok. És ellenfeleket kell legyőznöm. És hogyha sok ellenfelet megölök, legyőzek, akkor az egyik adni fog egy kulcsot, ami a pálya végén egy szobát nyithatok ki vele. De csak is a pálya végén, és csak egy kulcsot, de most például megkaptam azt a kulcsot. Szóval, ja. És azért kell gyűjtögetnem ezeket a gemeket, vagy ezeket a sárga cuccokat, mert itt tudok több ruhát venni, és most meg is haltam. Nem kell ez volt a reklám. Mert a következő ruha az már 450 gem. És jobb felső sarokba látszik, hogy hát nekem csak 125 gemem van, ami nem olyan sok. És ez ugyanolyan, mint a Soul Knight. Mutatja, hogy hanyadik világban vagy, hanyadik pályán. És van egy ilyen pörgős ugrás, ami azért jó, mert azzal szinte minden enemit együttéssel meg tudok ölni. De nagyon utálom ezeket a békákat. Hogy össze-vissza ugrálnak, a fegyverrel nem is egy lövés, hanem egyből kettő. Jaj, ne szóssam a... De az a baj ez a pörgőugrással, hogy az csak a második ugrás. Szóval ez csak a double jump. És legtöbbször, hogyha kicsi hely van, és úgy akarok megölni egy enemit, akkor... Ja, hát megint kifogyott az ammó. Na és ott is van a pálya vége. És látni lehet, hogy persze itt van kettő kulcsuk, hát akkor mit tegyek, csak egy kulcsom van. Na, ez jól meg van csinálva, mert csak egy kell. És ugye ez valamennyi szörny adhat ambót. Inkább ezt, nehogy ez az ellenfelek több eséllyel dobhatnak hillelős dolgot. Nem van lejjebb, mert az FPS, hogy... Oké. Ha. Ja, nem csak egy lövés, oké. Lövés per béka. Szép a dolgja. Igazából nem szeretem ezeket a pókokat. És machine gun. Hát az egy kicsit félfegyver. És vannak mindenféle ilyen power-up-ok. Az egyik fajta az a ládákban van, ami a fegyverrel foglalkozik, hogy milyen lövés sem lesz. Másik pedig normális dolgokkal.
hogy például, hogy az ellenfelek több eséllyel dobnak amót például. Mert például most is a machine gunban csak 44 amó van, ami azért nem olyan sok. Bár igen. Torque, fork, gun. És megint meghaltam. De jó. Hát igen, nem baj, játékban sűrű az elhalálozás. De mindegy, ennek a ruhának 5 élete van. Nem kapsz-e? Hát, béna. Nem mondtam semmit. Itt felugrálok a falon, mert felugrálhatok. Nincsen szabad, hogy nem szabad. Jaj, de... Mit akar? Mi megint megütöttél, mi? Most én ütök. Na. Ez olyan, mint hogy hol lennék Sonic. Sonic a ruhás. Ellenfél, a klászó. Ruhá. Hopping. Ó, ez jó! Igen, én ezt a fegyvert szeretem. Ez működhető rakéta. Várjatok? Bejöttek, egy kis cica. Nőc is lennék. Kivittem a cicát. Mert nem lehet bent a házba. Mert még kis cica és anya allergiás rá. Na nézzük. Nem kell, nem kell. Ez jó. De meg 40. ellenfél után kapok egy HP-t. Bár nem annyira jó úgy kimondva, hogy minden 40. De... De a shotgun az egy OP ebbe. Egy OP. Upgrade fegyver. Elővéssel több enemit is meg lehet ölni. Csak az baj, hogy nem megy át falon. Double machine gun. Na gyere ide. Ennyi vagy. Jaj. Lá. Le. Le. Hát igen, ez egy kicsit unalmas játék. Vagy csak, hogy mész, mész és mész. Na, erről beszéltem. Hogy itt is, alig volt esélyem. Na, mi van, gyere? Na, gyere ide, te nagy bestia. Ez is jó fegyver. Gyere! Nem áll! Jaj, a sok denevér! Elővis láda, az jó. Elővissel. Lövés per láda. Mit menekülsz? Nem tudsz elmenekülni előlem? Hogyan? La. Kikerüljött a lövéseimet. Bum. Bum. Nem áll, hogy így, hogy csak úgy körbe-körbe megy, aztán hirtelen csak úgy puff meghalsz. Aja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 j
Na nézzük. Utolsó. Kösz! Oké. Mit nem is mondom. Jep. Legyek már inkább. Ez az utolsó kör. Ez. Megpróbálok próbálom a legjobbat. Kihozom magamból. Hoppá, double kill. Ez majdnem elkapott. Az is. Az már elkapott. Ne. Nem, meg fogok halni. Igen, meghaltam. Hát ez azt jelenti, hogy ez a rész ennyi is volt. Remélem tetszett. Addig is minden jót.